Lassan elérkeztünk az utolsó The Lost Vikings bemutató részhez, nézzük is az utolsó pályát, és itt van nekünk Tomátor, ez a fazon rabolt el minket, ez a szteroidokon nevelt, hatalmas, bicepszű ork. Úgy látszik, a Blizzard már korábban sem tudott elszakadni az orkoktól és a törpéktől és hasonló fantasy lényektől. Minden esetre megint nem akar velünk különösebben foglalkozni, csak elteleportálja magát, és mondja, hogy jó szórakozás nekünk, hát ez a pálya minden, csak nem szórakozás. Komolyan mondom, szabályosan már őrjöngtem a vége felé, amikor elrontottam mindig. Hihetetlen nehéz pálya, egyetlen megoldás van rá, hogy baromi módon betanuljátok, hogy mikor, melyik helyzetbe kell lennetek, és még így se biztos, mert rengeteg olyan hely van benne, ahol egy apró figyelmetlenség, vagy rosszul nyomtok egy gombot és elkúrjátok. Minden esetre ez az első rész Olaffal megint ilyen vitorlázós, bombázós rész. Az a lényeg, hogy három ilyen platformot le kell robbantani Tomátor alatt. Ehhez ki kell kerülni a bombáit, illetve a lézerfegyverének a lövéseit. Azonban, ha már lefele ment, vagy hát lement egy-két szintet, onnantól már nem nagyon tud mit kezdeni velünk. Hogyha mindhárom szintet lerobbantottuk, akkor fölvehetjük a kulcsot, amivel kinyithatjuk a továbbjutást. És elteleportáltunk egy ilyen biztonságos zónában, itt van egy kis nyugalom az egész pályán, itt fölvehetünk életerőt, hogyha megsebesültünk volna. Majd pedig következik Belio külön száma, ami egy eléggé frusztráló dolog. Itt kapásból tudni kell, hogy be kell menni ebbe a oldalsó kiszögellésbe, ahol a létra van, aztán fölvehetjük a tüzes nyilat. Illetve van ez a kapcsoló, ami időzített, tehát benyomtuk, és utána villámgyorsan kell elmennünk onnan, hiszen pár másodperc múlva ismét bekapcsol az antigravitációs maki, és gyakorlatilag onnan nem lehet megszökni. Na megint itt van Tomátor, itt ki kell centizni, és két lövést le kell adni rá, hogy egyrészt a pajzsa eltűnjön, másrészt, hogyha másodjára meglövitek, akkor így meghűl és össze-vissza rángatózik. Aztán ezt a két kapcsolót kell lekapcsolni, így megszabadultunk tőle legalábbis egy időre. Ne felejtsük el a felső kapcsolót visszakapcsolni, és lefele menet ugorjunk le a liftről, különben nem fogtok tudni lejutni. Itt pedig pont fordítva, fölfele kell vinni. Utána már csak be kell nyomni megint a kapcsolót, időben visszaérni. És a következő rész, na hát itt nyomogassátok az E-t esés közben, mert úgy talán van esélyetek, illetve itt meg az S-et kell nyomogatni. Egyszerűen ez a két rész, ami most volt, ez annyi hiba lehetőséget tartalmaz magában, hogy itt fogjátok a legtöbbször újra kezdeni az egész pályát. Na most már, hogy mindegyik vikingünk a biztonságos zónában van, itt már Erikkel kell tovább haladnunk, de a biztonság kedvéért pakoljuk fel életerővel vagy egy pajzsal, ugyanis itt teljesen szemtől szembe leszünk Tomátorral, meg kell várni, hogy lőjön kettőt, utána eltűnik a pajzsa és bele kell így faltörő kostámadással menni. Ez aztán belelöki őt ebbe a lézerbe, ami megcsiklandozza a hátát. Kerüljük el a bombáit ugyanúgy, és a védőpajzsába sem menjünk bele, mert ugyanolyan lézer, tehát hozzáérünk, meghalunk és kezdhetjük előről a pályát. Ezt a lézeres trükköt meg kell csinálni vele négyszer. Belökjük először a jobb oldaliba, aztán a bal oldaliba. És hogyha megvan, akkor megsértődik és elteleportál. Ismét egy kis nyugalmat hagyva nekünk, de ilyen helyeken azért tényleg jó lett volna egy mentési lehetőség. Nem kell sok, csak mondjuk pályánként egy, hogy ne kelljen az unalmas és már begyakorolt részeket ismét megcsinálni, de ezen már nem tudunk változtatni. Aztán van ez a könnyed levezetéskép, ez az ugrálós rész, és elérkeztünk teleportálás után a játék utolsó helyszínére. Itt először fel kell vennünk azt a plusz egy bombát, majd a már megismert trükkel, tehát ugrás közben, mikor elindulunk lefelé, akkor kell bemenni az antigravitációs mezőbe, így nem tud minket felteleportálni, vagy hát így felfele áramoltatni. Ezt megismételjük a másik két vikinggel, és leértünk Tomátor alá. Itt pakoljuk fel Eriket robbanószerrel. Szerintem egy elég is lesz neki, igen, nem is kell több. És itt egy elég veszélyes mutatvány lesz, le kell bombázni a platformot Tomátor lába alatt, és rögtön Olaffal, pontosabban Belioggal belelőni nyilvesszőt, majd Erikkel belebikázni, így kell a felfele ívelő gravitációs mezőbe beküldeni, és rögtön menjünk utána Olaffal, majd utána a többi vikinggel. Fontos, hogy Olaffal menjünk először, ugyanis
itt már kapásból védeni kell a bombáit és a lövéseit, hál' Istennek ki tudja védeni a bombákat is. Aztán ugyanúgy a már betanult taktikát kell alkalmazni, tehát Béli joggal kétszer vagy háromszor belelövünk, amikor így be van kattanva, akkor Erikkel belebikázunk, Olaffal előre megyünk és megismételjük a folyamatot, kétszer vagy háromszor kell ezt megcsinálni, a lényeg, hogy teljesen annak a szobának a másik végébe kerüljön, és miután ez megvan, Erikkel felugrunk és az S gombbal kinyitjuk a zsilipet és pápátomátor, és láthatjuk az outrót, ahol konkrétan Tomátor kirepül a saját repülőjéből, vagy hát űrhajójából, és itt van egy kis párbeszéd, ahol tanakodnak, hogy belemenjenek az időkapuba, kockáztatva egy ismét rossz helyre kerülés, vagy pedig próbálkozzanak mással. Hát bekapcsolták az önmegsemmisítőt, és nem volt más választásuk, csak bemenni az időkapuba. Hál' Istennek azonban ezúttal hazakerültek végleg, a gyerekek száma sem növekedett, tehát nem volt a házas életben probléma. És következzen az outro utolsó része, ahol nem tudom ezt hogy gondolták, de tök poénos, így elővesznek elektromos gitárokat, Olaf meg elkezd táncolni. És hogy még ezt tovább fokozzuk, egy kis koncertet is adnak nekünk. Aj, bárcsak a koncertek is ilyen epikusak lettek volna, ahol voltam. Hajó, sárkányfej, égő tüzek, hatalmas hangfalak. Szóval ez valami kegyetlen jól néz ki. A stáblista végén kapunk egy érdekes kiírás, miszerint figyeljetek a Lost Vikings 2-re, vagyis a második részére. Hát akkor találjátok ki, hogy mi lesz a következő játékbemutató alanya. És ennyi volt a Lost Vikings, eljutottunk az elejétől a végéig, és megkaptuk ezt a csodálatos outrót. És akkor az értékelés előtt jöjjön a meglepetés, amit ígértem, egy mindenkinek ismerős arc fogja elmondani a véleményét erről a játékról. Sziasztok, Freddy vagyok, és Lali megkért, hogy mondjam el röviden a véleményemet erről a zseniális játékról itt, amiről én is akartam videót csinálni már jó ideje, de Lali megelőzött, és azt kell mondjam, nem is baj, mert ő sokkal alaposabban csinálta, mint én csináltam volna, és kifejezetten örülök, hogy más is emlékszik erre a fantasztikus játékra, mert tényleg ez egyszerűen olyan játék, ami a maiakat szerintem lealázza. Hiába pofon egyszerű, nagyon jó játék, időtlen, klasszikus. Szóval el is mondtam, hogy miért tetszik a játék, nem hibátlan sajnos. Legnagyobb bajom talán azzal kapcsolatos, hogy meg is mutatom nektek, hogy mi az egyik legnagyobb bajom ezzel. Na, hát sokan a későbbi pályáknál elég sokszor meghal az ember, ez nem elkerülhető. Esik meghal az ember, nagyon hiányolok ebben egy olyan opciót, hogy egyből újra lehessen kezdeni, nem? Helyette ezzel az escape dologgal marha sok időt veszít az ember, minden alkalommal meg kell várni. Ami még nagyon bosszantó még, hogy nincsenek checkpointok. Egy baromi hosszú pályánál a végénél elszarsz valamit, kezdheted megint a legelejéről. És ez nem tudom, erre miért nem gondoltak. Másik dolog, ami bosszant ebben, hogy sok olyan dolog van, amire egyszer magadtól nem tudsz rájönni. Tehát nekem sokszor volt olyan pillanat, hogy egyszer nem tudtam, mi a fenét kell csinálni. Itt van például ez. Ki a fene gondol rá, hogy itt fel lehet mászni a fákra? Egyszerűen nem értettem, hogy mit kell ezeket csinálni. Tehát az oké, hogy itt a kókuszdióval itt ideig tudok csinálni egy hidat, de fene se gondolt arra, hogy itt rá lehet mászni a fákra, és tele van ilyen dolgokkal. Van még például az a robot, akit nem tudsz legyilkolászni. Ki a fene gondol arra, hogy ha odarakod a pajzsos csókát, akkor az, nem tudom én, lefoglalja a figyelmét, és el tudsz menni mellett. Tehát ki a fene gondol erre, hogy ki menne el ilyenkor? Tehát nem tudom, szóval az a baj, hogy sok olyan dolog van, amire baromi nehéz rájönni. Igaz, hogy meggondolkodtatja az ember, de egyszerűen úgy, mint a kalandjátékoknál, egyszerűen muszáj, legalábbis nálam muszáj volt néha utána nézni, pont Lali videóján is nemrég. Úgyhogy én megint elkezdtem csinálni, szépen irogatom a pályákat, nem csítelek, na jó, egy kicsit, hogy megnézem, hogy kell csinálni, de egyébként becsületesen végigviszem, nem ugrok át pályát.
Úgyhogy én azt mondom nektek, próbáljátok ki ezt a játékot mindenképpen. A másik részével én se játszottam soha, úgyhogy meg is lepett, hogy nemrég tudtam meg, hogy van második, nem is értem, hogy hogyan. Úgyhogy, ja, na még egy idegesítő dolog. Meg lehet bolondulni a zenétől pár perc után. Nos, köszönöm szépen Freddy a közreműködést, most pedig lássuk az értékelőt. A The Lost Vikings grafikája nagyon is rendben van szerintem. A karakterek és helyszínek kidolgozása kellően részletes, az animációk is gyönyörűek. Ami viszont kissé negatívan érintett, az az volt, amikor megláttam, hogy Super Nintendo változatban van rendes háttere a pályáknak. Nem értem továbbra sem, hogy a PC verzióban ez miért nem fért bele, mert kár érte, mert sokkal hangulatosabbak lennének úgy a pályák, hogy lenne háttér, és megkapta volna az 5 pontot a grafikára, de ez így csak 4-es. A játék kezelhetőség szempontjából kifejezetten felhasználóbarát, a platformjátékok egyik kritikus pontja az irányítás, de amint azt láthattátok is, nem valami nagy ördöngőség terelni a vikingeket, és azt a néhány mozgásbeli trükköt hamar ki lehet tapasztalni, úgyhogy szerintem indokolt a maximum pontszám. Hangok és zene terén ez határozottan nem igaz. A hangokra különösen nem lehet haragudni, nem kiemelkedően jók, de nem is rosszak, na de a zenék, hát néhány helyszínek tényleg van aranyos jópofa zenéje, de összességében és főleg az egyiptomi pályákon kifejezetten agyroncsoló hatást keltenek. A hangulatra az első pluszpontot már csak azért is megkapja a játék, mert retro és jó vele nosztalgiázni. Ezen fölül a játék mellett nagyon-nagyon el lett találva, a vikingek különböző képességei és ezeknek kombinálása valóban megdolgoztatja az agyunkat, és különösen nehezebb pályák teljesítése kész sikerélményt jelent a játékosnak. A helyszínek változatosak, és habár van köztük egy-két unalmasabb, például a nagy gyár, emiatt tudja, hogy nem fog feladni a játékkal senki sem. Ami viszont sokakat eltántoríthat a játék folytatásától, az a nehézsége. Jó, értem én, hogy mindegyik vikingre szükség van, és a hivatalos útvonalat követve lehet csak végigvinni a pályákat, de legalább az utolsó pályákra, amik igazából két-három pályák összegyúrva legalább oda rakhattak volna a checkpointot vagy mentési lehetőséget. Ugyan próbálja oldani a feszültséget a játék, hogy 5-10-15 stb. Próbálkozás után panaszkodnak a vikingek a játékos bénasága miatt, de ez később inkább gúnyosan hat, mint sem poénosan. Összességében egy profi módon összerakott játék a The Lost Vikings, amihez hasonló ez idáig nem nagyon készült. A grafika szép, irányítani is könnyű, innen már csak arra kell figyelni a játékosnak, hogy ne kattanjon be a zenétől, vagy ne állítsa be a billentyűzetét a monitorba egy-egy izasztó pálya során. Ismét a jó szívemre hallgatok és megadom a játéknak az 5 pontot, habár ez egy 5-ös alá inkább. Aki szereti a kihívásokat, annak szívből ajánlom a játékot, és annak is, aki szeret nosztalgiázni, vagy akár a bizarr játékokért van oda. Én pedig Lali voltam, ez a Lali's Game sorozat 4. évadának első játékbemutatója volt, hamarosan jön a következő, legyetek jók, szevasztok!